Köszöntöm Önöket! A Savaria Tendency Art Group Művészeti és Kulturális Egyesület Szombathely múltja, jelene és jövőképe a kultúra tükrében művészek a polgári társadalom erősítéséért projekt keretében megvalósuló reprezentatív arckép csarnok következő epizódját hozzuk ma el a nézőknek innen a Szombathelyi Megyeháza csodálatos dísztermében. Vendégünk is van, és egy kiváló személyiségről fogunk beszélgetni, Almási László felfedezőről, Afrika kutatóról, aki bizony elég hosszú időt töltött el Szombathely városában, kiváló ismerője életének, Nemes József pedig már itt van velünk a díszteremben, aki az ELTE-sek informatikai karának docense. Üdvözlöm, tanár úr! Kezit csokkolom, szép napot kívánok! Hát nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljött, és hát meg is mutatom igaz, hogy ez egy könyvtári példány, ezt a csodálatos kötetet, amelyet egy picikét én így megragazgattam, a legjobb részeket bejelöltem magamnak, mert hogy ezzel a fantasztikus munkával jelentkezett a Vas Vármegye műszaki nagyjai sorozatban, úgyhogy én azt gondolom, mindent tud Almási Lászlóról, akiről valójában az emberek, azt gondolom, hogy nem csak a magyarok, hanem a moziba járó mozinézők és filmrajongók is sok mindent tudhatnak, de hát az a kép, ami az angol betegben róla kirajzolódott valószínűleg, hát egy kicsit inkább a fantázia szüleménye. Beszéljünk egy kicsit az ő származásáról, gyerekkoráról, hiszen a szomszédos Burgenlandban látta meg a napvilágot. Igen, tehát 1895. augusztusában született Borostyánkő településen, abban az időben ugye Vas vármegyéhez tartozott Borostyánkő település, és hát egy, mondhatni, egy ősi családból származik. A Almásiék az 1600-as, 1700-as évek derekára vezethető vissza a családfa, ami nagyjából biztos, és döntően Észak-Magyarország, illetve a Jászságból származik maga a család, és hát az 1890-es években Almási Lászlónak a nagyapja vásárolta meg a borostyánkői várat, és onnantól fogva a család ott él. Édesapja neves Ázsia kutató, Almási György, aki hát elég sok időt töltött el Ázsiában kutatással, és hát valószínűleg, hogy az az indítatás, hogy Almási László is érdeklődött a földrajzi történelmi események után, ezt a családból, valószínűleg a családból hozhatta. Hogyha jól tudom, akkor egy olyan fantasztikus könyvtárral rendelkezett a papa, hogy mindenféle térképek és egyéb ilyen érdekes és izgalmas kiadványok is rendelkezésre álltak a fiatal Almásinak. Azt elfelejtettem mondani, hogy a csodálatos portré, amit itt láthatnak mindazok, akik követnek minket itt a csatornán, Almási László portréja, Szántó István festőművész alkotása. Egy kicsit ilyen, hát ilyen kis bulváros, tréfás kérdést is azért intéznék Önhöz. Majdnem minden fotográfián cigarettával ábrázolják, állítólag 10 éves korában már ott jelenként dohányzott. Az hogy lehet? Igen, azt mondják, hogy fiatalon már dohányzott, vagy iskoláskorban is dohányzott. Ja, azért a fiúk azt tudják, hogy a fiúk korán ki szokták próbálni a cigarettát, tehát itt nem is a dohányzás lehetett, hanem inkább a gyakorisága, a dohányzásnak a gyakorisága. Tehát tényleg nagyon kevés olyan fénykép található Almásiról, ahol ne cigarettával a kezébe lenne. Ezt csupán csak azért jegyeztem meg, mert a későbbi betegségei, aztán a különböző szanatóriumi időszakok, amelyeket emiatt eltöltött egyes helyeken, az is nagyon erősen formálta a személyiségét, tehát nem csak így önmagáért említettem ezt a káros szenvedélyt. Nagyon fontos, hogy ebben a könyvben nyilván a szakmájából adódóan rendkívül alaposan elmondja, leírja, hogy milyen fajta műszaki újításokat, milyen kísérleteket folytatott, ha jól tudom, akkor repülőgépet épített fotó alapján. Ezen nagyon nehéz elképzelni, majd a kollégák fogják mutatni ezeket képeken. Szóval ez egy vitorlázó repülőgép volt, ha jól tudom? Így van, tehát az érdeklődése az tényleg nagyon korán megnyilvánult a műszaki tevékenységek iránt. Azt is mondhatnám mai szóhasználata, hogy innovatív gondolkodással személyiségű ember volt, és azért ezt most
utaljak át. Ezt azért nem önmagának próbálta, hanem amikor majd felnőtt korában akár a cserkész mozgalmat, akár a magyar vitorlázó repülő sportot elkezdi felépíteni, akkor ezeket átadja a közösségnek ezt a tudását. Tehát én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy amit ő az évek hosszú során, akár az iskoláskortól megszerzett, ez a Grazban megépített repülés, én igazából nem találtam írásbeli dokumentumot, csak egy szóbeszéd útján ez elterjedt, és hát úgy gondoltam, ezt meg lehet említeni a könyvbe. Meg lehet említeni, de azért itt sok minden más felvetődik, hogy diákként honnan szerzed volna alapanyagot, kivel építi meg, hogyan szállítja az alapanyagot. Tehát azért ez úgy viszonylag könnyen kimondható, hogy épít egy akármilyen sikló repülőgépet is, vagy sikló repülőt, de azért ennek a kivitelezése az számos kérdést felvet. És én, ahol nem volt írásos dokumentumot álltam, mindig meg is jegyeztem, hogy ez a szóbeszéd csak szólás útján maradt fent, mert hát azért a kivitelezés az mindig egy műszaki probléma, tehát hogy ez nem egy egyszerű dolog, elmondani sokkal könnyebb, de még egyszer visszatérve ezt, ha nem az öncélúan próbált ezt a későbbiekben a felhalmozott tudását kihasználni, hanem tényleg én úgy gondolom, hogy olyan módon tudta átadni fiatal korosztályoknak, amelyik hát mindenképpen talán még egy pedagógiai célzata vagy célja is lehet. Pluszt is hozzá tehetne az ő tevékenységét. Mert hogy csak a személyiségének a megrajzolásához szerettem volna ezt az 1909-es történetet megidézni, mert hogy hát nem sikerült olyan jól ez a vitorlázó repülőgép, és így lezuhant. Tehát, hogy azért ő neki voltak ilyen akciói, hát jó, hogy a későbbi sorsa még hányattatottabb volt, de hogy azért több időt töltött szanatóriumban, többször érték ilyenfajta balesetek, mert a másik nagy szenvedélye, megint csak a sebességre utalunk, akkor ugye az autó. Így az van. Autóversenyzés volt. Illetve hát azt megelőzte a motorkerékpár versenyzés. Igen. A repülőzésről csak annyit, hogy ott nem a probléma a felszállás volt, hanem mindig a leszállás. Tehát ugye az elsőknek senki nem tanította meg, hogy kell leszállni. Tehát ott nehezebb volt a leszállás, és általában nagyon sok gépet törtek azokban az időkben. Néha pilóták magukat is összetörték sajnos, de ez viszont kellett ahhoz, hogy azok a tapasztalatok, az a hibák előjöjjenek majd a későbbi repülőgépek készítésénél. Tehát a motorkerékpárról pedig hát annyit, hogy a már említett svájci szanatóriumi kezelés után Eastbourne-ben tanult, egy magániskolában, magántanárnál, ez sem tehát teljesen Angliában. Biztos, Angliában, okay. Igen, köszönöm, és ott szerzett egy Scott motorkerékpárt, és ugye mi azt tudjuk, mert akik itt ülünk, mindegyikünk volt fiatal, a hölgy az most is természetesen. Nem, hát és nemes úr is. 18 éves. Úgy de biztosan. A lényeg az, hogy minden egyikünk valószínűleg a sebesség csábítását bizony megpróbálta kihasználni, és ugye ott a motorkerékpárok kipufogó dobjában van egy hangtompító, amelyet, hogyha kiiktatunk, akkor a motor teljesítményét lehet növelni, és ő kivágta a hangtompító előtt a kipufogó dobot, és így néhány lóerő, hát az túlzás, hogy néhány tized lóerő teljesítményt. Tudod, viszont így hangosabb lett, és ezt az Eastbourne-i újság lehozta, hogy pénzbüntetésre ítélték akkor Almási Lászlót, mert hát a lakott területen belül hangosan közeget. Egyébként pont érdekes ennek a sorozatunknak, milyen érdekes hozadéka van, mert múltkor Éhen Gyuláról beszélgettünk, ott pedig fennmaradtak olyan adatok, hogy az omnibusz, ugye ezzel ahogyan a lovak szaladtak, mert hogy volt, hogy szaladtak, ott is külön szabályokat kellett bevezetni, hogy mennyire gyorsan vagy lassan közlekedni az omnibusz, és így gondolkoztam, biztos azért, mert veszélyes, nem, azért, mert hangos volt. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, hogy mennyi mindenre kell figyelni egy ilyen város kép kialakításánál. Almási
És hát érdekes, majdnem azt mondtam, a másik gróf ösztönöse, majd még erről is beszélünk, mert ugye nem vagyunk abban biztosak, hogy a nemesi származás, de a filmben is így említik, úgyhogy ez már szerintem így marad az emberek fülében. Szóval ő neki nagyon komoly és szoros kapcsolata volt a cserkész mozgalmakkal. Nem tudom, hogy erről ön szeretne hosszabban beszélni, de nagyon különleges, hiszen gróf Teleki Pállal is szerepel fotó az ön monográfiájában. Úgyhogy ez miért volt fontos? Vagy ez akkor egy ilyen alapvető szokás volt, hogy a polgári családokból a fiúk, főleg, hogyha mondjuk vallásosak, akkor cserkész mozgalmakban találják meg, vagy adják oda a papák őket? Vagy ennek mi volt a szerepe? A cserkész mozgalom az indítása pillanatában az politika és vallássemlegességet tűzött ki célul. Ó, akkor ezt jól tisztáztuk. Tehát a céljai között az indulásnál ez mindenképpen ez volt. Aztán a történelmi események, főleg ugye hazánkban, ugye a 10-es években megalakul az első kis cserkész csillász az országban, és ez 19-ben a tanácsköztársaság betiltja. És onnantól fogva kezdődik el tolódni a jobboldali érzelműségű emberek, illetve hát a katolikus egyház felé maga a cserkész mozgalom, de igazából a világ cserkész mozgalma a mai napig az nem politikához és nem valláshoz kötődik. És egyszerűen az ifjúságnak egy hasznos nevelő tevékenységét végezte el a cserkész mozgalom. Tehát én abban, hogy a tizenéves gyerekeknek egy úgymond hasznos elfoglaltságot, egy játszva tanulást, mert azért a cserkész mozgalomban én ugye már nem lehettem cserkész, nem is vagyok cserkész, de az olvasmányaim alapján azt látom, hogy egy nagyon hasznos információ, tudásátadást, gyakorlati, tapasztalati tudást adott át a cserkész mozgalom. És ebben azért az Almási, a térképész ismeretével, a műszaki ismeretével kiválóan tudott képzéseket tarthatott a gyerekeknek, bemutatókat tudott tartani. A Borostyánkői várban többször fordultak meg vasmegyei cserkészek, mint táborozással kapcsolatosan. Tehát ez mindenképpen, én úgy gondolom, hogy egy pozitív tevékenység. És aztán 18 után a háború elvesztésével a magyar cserkész mozgalomnak újra kellett alakulnia, és akkor tudjuk azt, hogy még a tanácsköztársaság után hát gyakorlatilag Magyarország elszigetelődött. Tehát a Kisantant körbevéve az országot gyakorlatilag nem volt nagy mozgástér, és Almási volt az, aki a 20-as évek elején, tehát 20-ban kimegy Angliában, és elkezdi ezt a tapogatózó informális kapcsolatfelépítést, amely szerintem megint csak valahol hiátus ennek az országnak, hogy ez nem publikus, hogy Almási ebben a kapcsolatfelvételben, tehát hogy a magyar cserkész mozgalom, a nemzetközi cserkész mozgalom tagjává válhat, ez Almásinak az én megítélésem szerint nagy szerepe van. Óriási. Ezek egyébként nagyon komoly diplomáciai kapcsolatok is lehetnek, mert Almásit lehet, hogy a film miatt is elképzeljük egy nagy világutazónak, egy rendkívül szimpatikus figurának, aki, ahogy ön is mondta, hát szórakozásból épít egy repülőt, gondolnánk, pedig ez jó, nem így volt, abszolút nem így volt. És hát rengeteg olyan fotó van, ahol például Eszterházi, ugye? Az Eszterházi Antallal voltak ezek az autós, utazás. Majd erről beszélünk, úgyis külön autós utazásai, tehát nem akárkikkel volt olyan szoros viszonyban és olyan baráti kapcsolatban, aminek azért hosszú távú pozitív következményei is lehettek. Amit akartam kérdezni, én ezt nem tudtam korábban róla, hogy a Vas vármegyei 11-es huszárokhoz vonult be. Így van. Ez számomra teljes, nem mintha több újdonság nem lett volna, hiszen a könyv egy fantasztikus munka, de hogy ennek a történetéről tud-e akár itt szűkebben ez a régió? Hiszen a 11-es huszároknak nagy talán történelmi ismertsége van ezen a területen. Így van, tehát ő amikor ugye Magyarország, vagy a monarchia pontosabban ugye hadat üzent, vagy hadba lépett Szerbia ellen, most nem megyünk bele itt az előzményekbe, akkor hát egy olyan idillikus kép feslett fel a magyar társadalom előtt, hogy hát boldogan vonultak gyakorlatilag a férfiak a háborúba, tehát fogalmuk sem volt igazában, hogy ott mi fog
történni. Tehát, hogy a 20. század háborúja az már nem a 19. század háborúja lesz, tehát egy sokkal kegyetlenebb, sokkal gyilkosabb háború fog bekövetkezni. És hát ugye, ahogyan a császár és királyunk is mondta, hogy mire a levelek lehullanak, addig majd a katonák hazajönnek, hát sajnos nem így lett. Tehát Almási és a testvére János is önkéntesként vonult be a Szombathely 11-es laktanyába, 11-es huszár laktanyába, és így került ki a keleti frontra, ahol hát sebesüléseket is szereztek mind a ketten, és kitüntetéseket is kaptak mind a ketten. Tehát 17-ig valószínűleg a keleti fronton volt Almási, és 17 tájékán vezénylik át a Balkánra, illetve Észak-Olaszországba, akkor már a légierőhöz, vagy ahogyan akkor mondták, a légijárókhoz. Tehát ott már repülős feladatokat is ellátott, először talán mint felderítő, tehát fényképezéseket hajtottak végre, légi fényképezéseket, később pedig hát mint vadászpilóta is, amely vadászgép a Bécsi Technika Múzeumban ki van állítva. Egyébként. És azt tudjuk, vagy ezt és azt tudjuk, hogy az úgy is van gyakorlatilag feliratozva, hogy ezzel a géppel repült Almási, de a légi jelentések alapján is bizonyos, hogy harci cselekményekben is részt vett Almási a légi csatákban. Azért jó ez, mert bár azért a film is hozzájárult ehhez, de hogy azért ezeket nem biztos, hogy tudjuk. Tehát ez az önfeláldozás, az önkéntes szolgálat, ezek nem biztos, hogy az ő személyiségét, vagy a nagy tömeges ismertségnek a személyiséghez hozzáad egy ilyen árnyalatot, mert inkább ilyen arany ifjúnak gondoljuk, ugye? Hogy szórakozik, kicsit felfedez, ha kedve van, utazik, ha nincs kedve, akkor repül, gondol egyet, és autóversenyeken vagy motorversenyeken vesz részt, de azért ez egy óriási változást hoz szerintem mindazoknak, akik elolvassák a könyvet, és erről tudomást szereznek. Nekem újdonság volt. Hát ezek a kis mozaik kockák, vagy inkább lehet úgy mondani kis legó kockák, ezek akkor fognak tehát akkor lesz látványos, amikor abból felépítünk valamit. Bizony. Tehát ha csak ezek a kis kockák szanaszét vannak, akkor ugye rendszertelen az egész, igen, és nincs gyakorlati funkció. Amikor egy embernek az életét valamilyen mélységben megpróbáljuk lekövetni, kikutatni, akkor azért jobban összeáll egy személyiség, hogy milyen is lehetett. Valószínűleg igazából soha nem fogjuk megtudni, de hogy azért ezek a kis mozaik kockák előbb-utóbb valamilyen képet össze fognak állítani. Én úgy találkoztam Almási gróffal, majd ezt aztán megbeszéljük, hogy gróf volt-e valójában, vagy nem, szóval Almásival, hogy én egész gyanútlanul sétáltam még ilyen kamaszként, vagy nem tudom pontosan mikor helyezték el azt, hát lehet, hogy már nem voltam annyira kamasz. Ugye az a tábla, amikor megjelent ott a Gagarin úti háznál, akkor az egy ilyen döbbenet volt, hogy úristen, hát az ember erről nem is tud. Nem tudom, hogy ma már hozzájárult-e a sajtó esetleg ahhoz, hogy Almásiról többet tudjunk, hogy mik a kötődései a városhoz. Mi egyszer csináltunk egy olyat, hogy készítettünk egy fotósorozatot, egy nagyon kedvelt és nagyon népszerű szombathelyi színész Kálmencei Zoltánt. Egy kicsit elmaszkíroztuk, és ebben a karakteres repülő szemüvegben fotóztuk meg, és akkor többet volt alkalmam róla beszélgetni, vele találkozni, de az ő szombathelyi időszakáról, arról a néhány évről nagyon érdemes volna többet hallani. Nem tudom, hogy erre helyezi a fókuszt, de ugye a királypucs kapcsán azért érdemes volna erről is beszélnünk, hogy kötődött hozzánk, milyen kapcsolatokat épített itt ki, hol élt, és hát egyáltalán mi volt a szerepe Szombathely életében. Akkor megint vissza kell menni az első világháborúhoz, és annak a következményei a trianoni békediktátumhoz, ahol ugye az országnak a területét hát elég jelentős mértékben kétharmadában megcsonkították, de hát ehhez, ha most itt azért csak egy ilyen kis szösszenetként meg lehet említeni, ami nem szösszenet, azért a magyar ipar és a mezőgazdaság még nagyobb kárt szenvedett talán, vagy legalább olyan, bocsánat, tehát talán jobb, hogy talán, vagy legalább olyan kárt szenvedett, mint maga a területvesztés. Tehát azért a trianoni békediktátumból van néhány cikke,
cikkei behelyezve, tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon gúzsba kötötték a magyar ipart és a magyar gazdaságot. Borostyánkő Ausztria fennhatósága alá került. Tehát választania kellett, hogy Ausztriában vagy Magyarországon fog élni. Tehát ez azért ez abban az időben, ezt is el kell gondolni, hogy azok az emberek, akik abban az időben az országhatáron kívülre kerültek, mert valahol meghúztak egy határt, ami soha nem létezett előtte, hogy akkor most milyen állampolgár szeretne lenni. Igen, hát ugye most azért hasonló a helyzet, bár ugye az átjárás szempontjából nem feltétlenül, de ugye az állampolgárság eddig ugye engedélyező volt, a kettős állampolgárság most már nem lehet, hogyha jól tudom, most is ugye sok magyarnak okozott ez problémát, hogy osztrák állampolgár legyen, vagy magyar maradjon. És akkor még egy, ugye, ami a rendszerhez, vagy a képhez összeillik, hogy a nagyapa létrehozta a hitbizományt. Igen. Ahol csak az elsőszülött fiú örökli a vagyont, az ingatlant és az ingóságot, és a család többi örököse az gyakorlatilag csak évi apanást kap. Igen. Ez a 8000 korona. Benne van a könyvében, igen, amit, borzasztó teher. Hát ugye ez azért volt, hogy a birtok ne abszolzódjon. Igen, hogy egybe maradjon. Egyben hát igen, maradjon. Ilyenkor az elsőszülöttnek könnyű a dolga, de a többieknek nyilván. És valószínűleg a fronton, az olasz fronton Mikes püspökkel kapcsolatba kezülhetett Almási 18 tájékán. És valamilyen oknál fogva, ezt még pontosan nem tudjuk, hogy a családnak egyébként milyen kapcsolatai lehettek a Mikes püspökkel. Hát a Mikes püspök úgymond befogadta Almási Lászlót, és a Répce-Szentgyörgyi birtoknak az intézésével, a palotának a műszaki intézésével bízta meg, tehát voltak tevékenységei, voltak munkálatai, és amikor 21 húsvétján ugye a király megjelenik, látva teljesen kalandos módon, és látszólag senki nem tud róla, akkor Almási van kéznél Mikes püspöknek, hogy hát elintézze azokat a dolgokat, hogy bizonyos embereket éjszaka behívjon a püspökvárba, ugye itt van velünk szemben ez a csodálatos épület, és hát megbeszéljék, hogy mi legyen a teendő. Én ebben azért kétségeim vannak, hogy itt nem tudhattak előre a királynak a megérkezésére, de ez csak az én feltételezésem, nincs róla semmilyen dokumentum, de nagyon-nagyon érdekes lenne, ha csak tényleg úgy megjelenik. Pont 1921. április 5-én volt ez az ominózus éjszaka, amire egyébként nagyon sokat hivatkozik ebben a könyvben, ugye tanár úr is, és hát valójában vannak levelezések és vannak feljegyzések, amelyek azt mondják, hogy ez tényleg megtörtént, és valószínűleg tényleg úgy történt meg, hogy nem tudták, hogy egyszer csak a püspöki palotában, a folyosón megjelenik IV. Károly, ugye, aki később végig ezen a hát jól emlékszem, hogy a fővárosig tartó autóton grófnak nevezi az Almásit, és itt igen, amit ön mondott, Almási László hívja be, ha jól tudom, akkor telefonon, vagy milyen módon. Technika történetileg hol járunk, szóval, hogy meg kell találni ezeket az embereket, akiket be kell rendelni a püspökbe. Ő autóval ment el éjszaka. Akkor még nem is lehetett telefonozni. Tehát azért autóval ment el azokért az embereket, akikkel meg kellett volna beszélni, hogy mi legyen a ez következő bizalmi, napi. Ez egy nagyon-nagyon hát bizalmi állás. Most azért ezt a grófságra tegyünk egy pontot. Igen. Tehát ha itt vagyunk, 17-ben Károly, tehát IV. Károly jóvá hagyta a családnak a grófi titulusát, címét, de ezt a magyar, tehát Budapesten a belügyminisztériumban jóvá is kellett volna hagyni, tehát aláírással kellett volna átvenni ezt a grófi címet. Ugye 17-ben vagyunk, az apa György Grácsban van, az anya Georginával otthon, a két fiú meg a fronton. Tehát 17-ben kinek lett volna ideje ebből a családból felmenni és aláírni Budapesten ezt a címet, és valószínűleg, hogy a király emlékezett rá.
Így van. Hogy ő adományozott a családnak egy ilyen címet, csak közben a történelem viharai, ahogy szokták ezt mondani, hát lehetetlenné tette, hogy ezt átvegyék. És innentől fogva a király Almásit grófnak szólította itt Szombathelyen. Na most, hogyha a király annak szólít valakit, akkor ugye az aladvalók azok miért ne tegyék ugyanezt. És hát ezt többször felhozták Almásinak, hogy ezzel nem tiltakozott, hogy igazából nem. Aztán később kiderült, hogy azt le is írta egyébként, hogy neki ez milyen kellemetlen volt, igen, és megpróbálta ezt visszautasítani, de hát ugye amikor már valakiről elterjed valami, akkor azt nagyon nehéz visszacsinálni. És a másik még, ami egy érdekesség, hogy úgy mentek fel Horthy Miklóshoz, hogy Almási a királynak a szánsegédje. Ugye ehhez azért még hozzátartozik az, hogy amikor Horthy felszabadította, bevonult, kinek melyik tetszik jobban, Budapestre 19. novemberében, akkor Siófokról valószínűleg Almásival együtt vonult be, tehát az is lehet, hogy valamilyen mértékben Horthyval már ismerték egymást. Almás. Tehát azért az egy érdekes lehetett, amikor a miniszterelnökségen az a Almási hozza a királyt, amelyik néhány évvel ezelőtt még a Horthyval együtt szolgált, tehát, de azért ő egy fiatalember volt. Tehát egy 20 éves fiatalember belecsöppen egy ilyen országos, de inkább külpolitika, mennek az külpolitikai következményei eseményekbe, ahol azért a szállásadója, ugye, tehát itt lakik a Mikes János püspöki hivatalában. A király, ugye nagyon nehéz ilyenkor megmondani, hogy királypárti, vagy legitimista, igen, vagy a másik, igen, oldalt képviseli. Tehát egy 20 éves ember ezt nem tudja itt dönteni. Uh-huh. Ő belecsöppent ebbe, én elképzelhetőnek tartom, hogy ő 21-ben ezért is megy ki Angliába. Uh-huh. Kik voltak még ezen az éjszakán? Nem tudom, ennek van-e valami elnevezése, de hogy ezen az éjszakán kiket hívott még el, vagy ezek nem olyan fontosak? Vas Miklós kultuszminiszter itt volt a püspökvárban. És aztán a Lehár ezredes, aki hát a történelem folyamán ugye a fehérgárdisták vonalán, őt hozta Almási be a püspökvárba. Az Endrődi gróf szintén itt van. Tehát, van a könyvben. Én ezért lehet, hogy véletlen egybeesések, hogy itt nagyon sok olyan ember itt tartózkodik. Itt volt éppen Szombathelyen. Éppen a húsvéti időszakot itt töltött el. Amit természetesen lehet véletlen, de az is lehet, hogy azért valamilyen információk lehet. Tehát itt azért mentek a tehát valószínűleg, hogy diplomáciai kapcsolatok, ha nem is a felszínen, de valahol a háttérben. És akkor ezt úgy képzeljük el, hogy azon az éjszakán, ugye el is indultak Budapestre, és az autót... Hajnalban, bocsánat. Az autót ugye Almási, nevezzük az egyik autónak. Az egyik autót az Almási, jó, Almási László vezette. És akkor egy ilyen, persze ezt nehéz rekonstruálni, ezt egy, ugye megint csak ebből lehetne egy filmet készíteni, hogy mondjuk mi zajlik egy ilyen autóban, milyen fajta beszélgetés. Ugye? Milyen izgalmas. Egy Szombathelyen mi minden történt? Hát az ember csak csodálkozik. Egyébként nagyon érdekes, ami eszembe jutott, hogy én egyszer írtam egy virágárus hölgyről egy cikket, aki persze már nem él, ugyanebben az évben volt egy nagyon híres virágüzlete, most igazából ki is mondhatom talán, Margaréta szalon helyén, Főző Karolának hívták, és állítólag ezen a napon, nem tudom, hogy ez most este vagy nem tudom, akkor egy óriási sárga rózsacsokrot küldött a királynak. Úgyhogy vannak ám ilyen kis szálak, amik már formálódik a fejemben egy film, hogyha volna erre kapacitás. Szóval, hogy ez a nap azért ez valahogy úgy egy érdekes nap lehetett, hogy erről mégis mindenki tudott. Szóval a véletlenekben én annyira nem hiszek. De hát nem vagyok történész. Nekem is van egy ilyen hátsó gondolatom, de hát ez csak egy sejtés, ez nem jelent semmit. Ugye ez nem egy nap, igazából több napról van szó, mert felmennek, Horthy négy szem közt fogadja a királyt, de gyakorlatilag kitessékeli, és haza. Tehát ugye Ausztriában is kitiltották a királyt, tehát megfosztották.
a király. Tehát akkor megtörtént ez az éjszaka, vagy ez az autóvezetés, és aztán azért még fontos a szombathelyi dolgairól, vagy a szombathelyi működéséről beszélni, mert hogy ő itt, ha jól tudom, akkor ennek a Steyer, nem tudom, hogy jól ejtem-e, cégnek az automobiljait forgalmazta, és ez az üzlet nem volt olyan sikeres? Az ön könyvében erről van egy egész Igen, tehát, rész. De ez már 20-as évek lesz, a 20-as évek vége felé. Ugye a motorozással kapcsolatos versenyzések megvoltak, és akkor volt időszaka, amikor párhuzamosan autó- és motorversenyzés is tartott, és hát mégiscsak Ausztriával közös ország voltunk, monarchia voltunk, tehát a Grazi Steyer cég autóit használta igazából az autóversenyzések folyamán, és valószínűleg, mivel az édesapa pedig Grazban élt, voltak kapcsolatai a Steyer céggel kapcsolatosan, és megpróbált Szombathelyen egy autókereskedést létrehozni, amit létre is hozott, hiszen Mikes püspöknek szánt leveleiből tudjuk, hogy ez működött, ez az üzlet. Hát ugye a 20-as évek vége, a 30-as évek eleje a magyar gazdaságban nem egy nagyon gazdag időszakot ölel fel, tehát valószínűleg az embereknek másra kellett a pénze, mint hogy éppen autót vásároljanak. Tehát nem tudott olyan mennyiségben eladni gépjárművet, ami rentábilissá tudta volna tenni az üzletet. De Szombathely Széll Kálmán utcában volt ez az üzlet, ami néhány évig üzemelt, működött. Annyi levelet bejelöltem, és nem is lesz időnk felolvasni, de azért ez nekem a legkellemesebb része a könyvnek, amikor ők Mikes püspökkel leveleznek. A megszólítás, kedves jó János bácsi, ez a kapcsolat, ez a levelezés sorozat, ez gyakorlatilag azt mutatja, itt például az egyikben elmeséli az egész expedíciója történetét, az egyiptomi utazásának a történetét. Sőt, van olyan levél, ahol elmondja a püspöknek, pontosabban leírja a püspöknek, hogy majd milyen helyekre fognak elmenni, vagy javasolja, hogy menjen el majd akkor, amikor kit lesz Egyiptomban, de ebben vannak olyan romantikus elképzelések, hogy nem tudom a melyik területet, nem fogom megtalálni, csak holdvilágnál érdemes megnézni az esti órákban. Szóval ő valami fantasztikus leveleket ír a Mikes püspöknek, és hogyha jól tudom, és erősítsem meg, mert hát vannak azért ebben adatok, pontos fotók, hogy azért jelentős segítséget nyújtott anyagilag is Almásinak, aki azért tudott költekezni. Szóval azért egy autó, kerék, egy nem tudom hány tank benzin, egy kis utazás, egy kis ez, egy kis az, hogy az ő barátságuk az rendkívül szoros volt, és hogyha jól tudom, még a ház vásárlásában is segített a püspök. Feltételezhető, hogy igen. Tehát a két férfi között 19 évkor különbség van, tehát hogy miért bácsi megszólítást ja, ezért, alkalmaz. Ezért, nem is gondoltam. Itt valószínűleg ez lehet, tehát majdnem ilyen apa-fia kapcsolat is lehet, tehát végig magázzák egymást. Hát ez a 19 év gondban ezt determinálja, hogy meg abban az időszakban szokás. Ez így is volt, persze, szokott volt lenni. De ezekből a leírásokból tényleg Almási egy nagyon reális módon, tehát írta le a leveleket, néha több napig írt egy levelet, tehát amikor nagyon nehéz visszakövetni, hogy alul alá van írva, de gyakorlatilag a levél eleje az egy héttel előbb fogalmazódott olyan meg. Olyan szépek. És hát jó vénája volt. A másik, ami ugye a házvásárlással kapcsolatos és a pénzügyi befektetései, az viszont abban nem, szerintem nem volt ügyes. Tehát pénzügyekben nem volt ügyes, tehát sokszor sokat bukott bizonyos pénzügyi tranzakcióknál, befektetéseknél, és hát mivel gondolom a Mikes püspök is bizonyos esetekben azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az Almási kapcsolatai révén a Szentgyörgyi birtokra nagyon sok külföldit hozott vadász. A Répce-Szentgyörgyi birtokra nagyon ezek sok vadász hozott, ami hát gyakorlatilag valami pénzbevételt hoztak az egyházmegyének, és hát ebből kaphatod vissza. Most az, hogy ugye ott több milliós egy pénztázi betét van. Igen, például a háznál, amit megtaláltam. Amit önnel fotózott.
az valószínűleg egy kölcsön volt, mert a levélben, amit Mikes püspöknek hivatkozik rá, vagy szabadkozik, hogy a pénzügyi nehézségei miatt nem tudja időben visszatörleszteni ezt a hatalmas összeget. És valószínűleg ennek következménye lett, hogy néhány év múlva a Székely Bertalan vagy a mai Gagan utcai házat el kellett adni. Igen, ahol az a táblát. Ahol most a tábla jóval, is fent jóval van. Régebben észrevettem és megtaláltam. Az is nagyon érdekes volt, már hogy a filmekről beszélgetünk, hogy egy Rudi Meyer nevű operatőrrel járták végig, vagy be a Szaharát, tehát hogy ez is egy ilyen csodálat. Nem tudom, hogy ez fennmaradtak ezek a felvételek. Megvan a film, de hát ez csodálat, nem lehet hozzájutni. Hát ez, hogy mennyire jogdíjas. Jó dolog volt, hogy ő erre is gondolt, hogy az utókornak megörökítse, bár majd Meyer Rudolfnak el fogom mondani, ő valószínűleg tudja, hogy van egy ilyen névrokona, és ráadásul még a filmek világával is járatos, szóval egy operatőr. De hogy ezek az utazások, amelyekről mi őt leginkább ismerjük, ugye hát gondolok elsősorban az úszók barlangjára, ugye, amit a film tett nagyon híresé, hogy ezért ez valódi, tehát ez tényleg megtörtént. És ha jól tudom, ez tényleg igaz, hogy persze, hogy igaz, hiszen ő leírta 8000 évesnél régebbiek ezek a bizonyos barlangfestmények? Hát sziklafestmények, sziklarajzok, barlangrajzok. Tehát a sivatag közepében. Megint egy kicsit vissza kell menni az időben. Tehát itt a 1920-as évek közepe tájékán, amikor elkezdi az afrikai utazásait, tehát lassan lekezd mondani a versenysportról, és átteszi a tevékenységét a felfedezésre. De ezekhez mind kellettek azok az ismeretek, tapasztalatok, amit az autóversenyzésben, a motorversenyzésben, a repülőzésben megismert, és azért itt, és nem akarom kikezdeni a kérdést, egy nagyon lényeges dolog azért az hangozzon el. Ő volt az első, aki a felfedezéseknél a repülőgépet és a gépjárművet kombinálva használta. Á, értem. Tehát ő először repülőgéppel bejárta a területet, igen. Ugye, mert viszonylag gyorsan nagy távolságokat meg lehet tenni. Mondjuk térképet rajzolt. És akkor valamilyen pontokat, térképészeti pontokat, földrajzi pontokat feltüntet, és akkor már tud gépjárművel könnyebben tájékozódni. Értem. Azért oda egy több négyzetkilométernyi sivatag, semmilyen térkép nincs. A szél az egyik dombot holnap már máshova tette, mint ahol volt, tehát csak kőzeteket lehetett, tehát amit a szél nem tud mozgatni pozícionáló pontként meg. És akkor még ott van, hogy mennyi vizet és mennyi üzemanyagot kell magával vinni, mert hát vissza is kell jönni azokba a depókba, amiket lepakoltak, hogy ott lesz a benzin, a víz, és akkor mekkora távolságot tudunk megtenni egy nap alatt. Tehát azért itt nagyon nagy térképészeti, nagyon nagy tájékozódási tudás. Tehát ebben nagyon jó volt. Egy ilyen sivatagban tényleg mi lehet a tájékozódási pont? Ahogy említette, hogy mondjuk ez egy ilyen mozgó homokdűnék, meg ilyen nagy... Ma már GPS-szel könnyű. Pusztaság. Persze, azt gondolom. Nem mondjuk én GPS-el se tudnám, tegyük hozzá, hogy vannak, akik jobban tájékozódnak mondjuk nálam. De az csodálatos, amit itt leírnak egyébként, és nem is akarom, hogy ezeket a prehisztorikus sziklarajz, így a helyes, igen, ez így szerepel. Tehát, hogy amit erről a barlangról például, amit ő fedezett fel, leírnak, hogy ez a fajta kutatómunka, amelyben nyilván helyiek is segítették, hogy ez mennyire nagy dolog. Tehát ő, mint felfedező, tehát hogy ez nem egy ilyen kis Indiana Jones volt az Almási László, hanem tényleg ezt az úszókbarlangjának nevezett, ha jól emlékszem, ez igen, a Ádi Szúra képek, ugye? Tehát hogy ez teljes mértékben elfogadja, ugye? A geológus társaság, a földrajz, tudományi szakmai társaságok ezt elfogadják. Sőt, hát akkor volt itt egy... Almási sosem nevezte ezt vitának a német Frobenius és Almási között. Ugye Frobenius tényleg egy szakmában elismert kutató volt, német kutató, és felkérte Almásit, mivel ő beszámolt róla, hogy talált egy ilyen sziklarajzokat, mutassa meg, hogy hol van, és szerveztek rá egy expedíciót, és természetesen Almási elvitte ezekhez a sziklarajzokhoz a német kutatót, és Almási még továbbra is kint maradt Afrikába, Frobenius hazajött, beturnézte Európát, és úgy tüntette fel, hogy ez az ő felfedezései.
És, azért Almásnak akkor már voltak olyan nemzetközi kapcsolatai, mert gyakorlatilag az Afrika kutatásban angol, olasz, magyar kutatók részt vettek. Tehát ez majd a második világháborúban is szerintem pozitívumként jön ki, hogy Almás itt a tudását elismerte az angol fél is. Tehát ott nagyon sok közös kutatásaik voltak a sivatagban, és Almásit az olasz, az angol és a német szakmai tudományos csoportok védték meg, mert Frobenius azt állította róla, hogy Almási egy jó repülős és autóvezető. Hát ez tehát ennyi volt az ő tevékenység. Képzelj el, most láttam egy filmet, aminek az a címe, hogy Ásatás. És abban a filmben egy régész a főszereplő, akinek szintén kétségbe vonják a képességeit, nem fogom elmondani a filmet, egy hajót, egy viking hajót, vagy nem viking hajót talál meg. Főszereplője ugyanaz a Ralph Fiennes egyébként, aki az angol betegnek. Én nem akarok folyamatosan a filmre visszautalni, de mégiscsak érdekes, és mielőtt mi elkezdtünk beszélgetni, tett erről említést, hogy ez az 1996-os az Angol beteg című film, amit szerintem nagyon sokan láttunk, ugye Ralph Fiennes csodálatos főszereplésével. Ez feldolgoz egy olyan eseményt, ugye, amely szerint maga Almási égett teljesen szét ebben a repülőgépben, és állítólag ez a történet tényleg megtörtént, csak nem vele, illetve van még egy olyan történet a filmben, ami tényleg megtörtént, egy valódi történet, egy házaspárnak a baleset, amit valószínűleg a film forgatókönyvírói azért felhasználtak a valóságból. Hát ha már ennyit utalunk erre a filmre, akkor ezt is tegyük helyre, hogy ez hogyan is volt pontosan. Így van, tehát 1932-ben bekövetkezik egy tragikus repülőgép baleset, amiben a hölgy meghal, és ezt az angol lapok nagy terjedelembe lehozták. Uh-huh. Tehát ez megtörtént. És akkor hát az írói fantázia igazából, amiért a többit hozzátette ehhez. A filmhez én annyit tennék hozzá, hogy tehát a valósághoz Sok köze nincs, de az egy nagyon pozitív dolog, hogy felnyitotta a magyar társadalomnak a szemét, hogy létezett egy ilyen ember ebben az országban. Igen. Meg hát emlékszik rá, hogy ugye ez az ominózus dal, ugye a Sebestyén Márta által énekelt csodálatos dal is a magyar kultúrára fókuszt helyezett, így mindenféleképpen, hogy ráirányította a figyelmet. Én még azt gondoltam, hogy nem sok időnk van, ha jól tudom, már csak 3 percünk, és hát a betegsége az egy nagyon szörnyű, mert hogy sajnos egy betegségben fog ő meghalni Salzburgban, hogyha jól emlékszem, egy szanatóriumban vagy kórházban. De amit szerettem volna kérdezni, vagy hogy ajánljon esetleg mindazoknak, akik most kedvet kaptak nem csak a film megnézéséhez, hanem konkrét munkához, az önkönyvén kívül a saját munkája az autóval Szudánban, az ismeretlen Szahara, a levegőben, homokon, én mindent nem írtam ki természetesen. Suhanó szárnyak. Jaj, mert címük is szép. Hogy ezek milyen, úgy értem, hogy milyen olvasmányok, könnyű olvasmányok, tudjuk-e ajánlani azoknak, akiket érdekel az Almási világ, tehát az Almási kutatás? Akiket a földrajzi leírások érdekelnek, azokat biztos, hogy tehát ezek földrajzi leírások. Ezeket a könyveket. Almásiról még lehet mondani, hogy két cserkész művet is írt, és igazából az egyik egy inkább novella, a másik meg egy kis SOS nevezetű kis irodalmi mű, amely egy hajón játszódik, egy léket kapott hajón játszódik, és akkor bemutatja a rádiósoknak a funkcióját, tehát azért ez megint abban az időszakban a gyerekeknek ez egy olyan nagyon érdekes lehetett, hogy a rádióval, a morzéval hogyan lehet az SOS jeleket leadni, és hogyan működik egy hajónak az ilyen pillanatban a munkálkodása, vagy a hajón lévő személyeknek a munkálkodása. Aztán még írt egy Rommel seregében, Líbiában című könyvet, amely ilyet aztán majd 45 után meg is hurcolják Almásit, népbíróság elé állítják, és akkor hát az is megtalált könyvbe, hogy úgy állítják népbíróság elé, hogy a vád nem is olvasta a könyvet. A védelem nyújtja be a könyvet,
hogy nevezzék meg azt a bekezdést, azt a mondatot, azt a fejezetet, ahol ez amely, le van írva. Ahol demokrácia ellenes tevékenységet folytatott volna a könyvvel. Itt megint nagyon sok bizonytalanság van. Gyakorlatilag havonta beviszik, kiviszik, kihallgatják, megvezik, kínozzák, ez a 45-46-os év. Egyik fogház adja a másiknak, gyakorlatilag nagyon sok ismert személyiség kiáll mellette, tanúskodik mellette, nem tudják rá bizonyítani, hogy náci tag lett volna, tehát a náci párt tagja lett volna, hogy valamilyen más tevékenységet vagy folytatott volna, ő mint katona. De ezt viszont végig elismerte, hogy ő magyar katonához méltóan harcolt a háborúban, ő neki a lelki ismerete, az erkölcse ezt diktálta. Annyira jó, hogy eljött hozzánk, mert hogy mindenki az angol betegként, az angol almásiként, aki persze jó, a filmben kiderül, hogy milyen módon vagy honnan származik, ismeri az Almási Lászlót, és én azt gondolom, tényleg ez egy csúnya frázis, hogy kutya kötelességünk, de tényleg kötelességünk itt ebben a régióban tudni róla minél többet. És annyira örülök, hogy azt mondta, hogy a gyerekek körében, meg a fiatalok körében, mert egy iskolai órán, hát Almásiról beszélni szerintem ez a fiúknak is, meg a lányoknak is az álma, nem? Egy ilyen felfedezői életút. Gondolom ez a kalandos életút a legizgalmasabb a személyiségében, nem? Hát igen. A közemberek tehát, számára, tehát az, nem a szakmai azok a tevékenységek, ez biztos, hogy ezek számára egy nagy élmény lehetne ma is, hogy oda menni az iskolába, bemutatni azokat a modern technikai eszközöket, igen, és elmagyarázni azoknak a tényleges gyakorlati használatát, hogy az hogyan, mint lehetne folytatni, de ha most megengedi még egy fél mondatot, hogy hadd jegyezzek meg. Tehát szerintem a megyének, a városnak lehetősége lenne akár magyar-egyiptomi kapcsolatoknak a megerősítése. Almási egy nagyon megbecsült ember volt Egyiptomban. Az Egyiptomi Földrajzi Társaság igazgatójának nevezték ki, a halála akadályozta meg abban, igen, hogy akkor ezt... még megtudta, ha jól tudom. Így ezért van. Még tudomást szerzett. Tehát, hogy ez legyen. Tehát, ami a 30-as, 40-es években volt magyar-egyiptomi kapcsolat, és tudjuk azt, hogy nagyon sok magyar üzemnek volt gazdasági kapcsolata Egyiptomban. Azok lehet, hogy nem véletlenül voltak. Én azt kívánom, hogy ne keresgéljük folyamatosan a városnak, a megyének és a régiónak a kitörési pontjait, mert ezek megvannak. Tehát olyan kincseink vannak, hogy nem kellene mindenféle dolgokat kitalálni nagy diredúrral, hanem csak ezeket a csodálatos könyveket, például, amit az öné el kéne olvasni, és akkor szerintem ebből fantasztikus dolgok születhetnek. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk Nemes József, egyetemi docens, és hát felidézhettük Almási László életének történetét. Én ezt a könyvet mindenkinek ajánlom. Ezen kívül ajánlom persze azokat az Almási László által jegyzett könyveket is, akik hát ilyen helyes, lelkes fiatalok, akik Indiana Jones-ok szeretnének lenni, egy kis tréfával éljek. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. A nézőknek meg a figyelmet köszönjük természetesen, és azt, hogy azért foglalkozzunk Almási László személyiségével, és sétáljanak el majd a ház előtt, és gondoljanak egy kicsit őre. Köszönjük szépen!